Szövetkezetünket 2010-ben hoztuk létre. Először a gyerekeink osztályai jöttek hozzánk kirándulásra, a következő évben már diákok megtöltötték a tanyát, és egy alkalommal az egyik régi ismerősünk elhozta egy táborunkba az értelmi sérült lányát. Ritát a pici gyerekek azonnal elfogadják, sőt kifejezetten szeretik. Náluk nem kell így magyarázni, hogy mi az, hogy integrálás, meg fogadja el, meg hogy ő ugyanolyan, hanem ők ezt tök természetesnek veszik. Az ötlet az volt, hogy fogyatékkal élő gyerekeket, fiatalokat ide hozni, ahol ők együtt tudnak játszani egészségesekkel. Sokkal nehezebb érzékenyíteni egy felnőtt embert, mint a gyermekeket, és pontosan ezért fontos nekünk a strázsatanya és az együttműködés, mert a strázsatanyának az a küldetése, hogy már gyerekkorban elkezdi az érzékenyítést, és megtanítsa ezeket a gyerekeket, hogy felnőtté válva azonos rangon kell kezelni, mert ember és ember van. Szeretnénk, hogyha a vendégházunkból ide a parkba egy kerekesztékes ösvény vezethetne. Szeretnénk egy olyan homokozót létrehozni, ahol szintén kerekesztékes gyerekek is homokozhatnak. Szeretnénk olyan hintát, amit kerekesztékes gyerekek is használhatnak biztonsággal, illetve amit épp gyerekek is kipróbálhatnak. Nagyon bízunk benne, hogy egy olyan parkot hozhatunk létre, egy olyan közösségi teret, ahol épp és fogyatékos gyerekek egyformán jól érzik majd magukat.